Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön további Warframe, és egy kis további segítség a kezdőknek. Aki lemaradt volna, hogy mi történik a legutóbbi két livestreamem, a kezdőknek szólt, és azért, hogy a kezdőknek segítsek az elindulásba, és elmagyarázom a dolgokat, hogy mint vannak. Mivel ugye otthon a VR megnézte, hogy mi a Warframe, és ez számomra is egy pozitívumot jelentett, mivel hogy a kezdők elárasztottak a kérdésekkel, továbbá nagyon sokan iratkoztatok föl, úgyhogy köszönöm szépen, és ez a videó is egy kicsit abban fog segíteni. Beszéltem erről, ami a téma itt... Beszéltem erről live közben is, de egy kicsit olyan kavarodás volt, gondoltam csinálok egy videót, hogy letisztázzam. Talán hajlamosabb vagytok ezt végignézni, mint egy két óra majdnem végét kivárni és ott megnézni, miről beszéltem. Szóval sokszor, nagyon-nagyon sokszor kapom azt a kérdést kezdőktől, hogy melyik Warframe-et ajánlom kezdőknek, mely Warframe-et váltsam ki, és meg tudom érteni, hogy ez egy nagy dilemma. Ebből a szempontból nagyon fontos, srácok, hogy ezek a Warframe-ek, amelyeket itt felsorolok, összefüggésben lesznek azokkal a livestreamekkel, amit csináltam kezdőknek, hogy megértsétek, hogy hogyan érhetitek el ezeket a Warframe-eket. A sorrend igazából rajtatok fog állni, én ajánlani fogok nektek egy sorrendet, és azt mondom, hogy így ebben a sorrendben szerezzétek meg őket, és ettől függetlenül nagyon sokan, nagyon sokféle véleményt fognak nektek mondani. A ti játékotok lesz, úgy csináljátok, ahogy nektek tetszik. Ez egy aféle lista, ami így összefoglalja a Warframe-ben azon tömör lényeget, ami a Warframe ellenségei és azoknak szabályozására és hatékony ölésére van kitalálva. Na szóval, kezdjük is. Első Warframe, amivel indítanád a játékot, én az Excalibur-t javaslom, könnyű megtanulni, könnyű megszokni a képességei. Egyszerűek és nagyszerűek, hogy őszinte legyek, és későbbiekben a játékban, amikor mélyebben benne leszel, az egyik legdurvábban erős karaktered lesz. A következő ilyen karakter, amit a játék el is juttat hozzá és fel is kínál neked, úgyhogy ajánlom, hogy szerezd meg, az a Rhino lenne. A Rhino számomra a Warframe-ben az úgynevezett jump karakter, ami hozzásegít a fejlődéshez, szóval amikor elérsz a Rhinohoz kezdeti szinteken, akkor az lesz az a karakter, amivel egy kicsit megállsz, és kifarmolod a platinumot a többi karakterre. Című történet. Nem lesz egy rövid út, de nem is lesz túl hosszú, ne aggódjatok, de a Rhino lesz az a karakter, amiben nem kell sok minden ahhoz, hogy megfelelően erős legyen, hogy segítsen neked abban, hogy megszerezd a többi karakter. Úton útfélen utána megszerzed az Oberont, ez esni fog úton útfélen, mert egyfajta enemy dobja a bolygókon, úgyhogy ebből lesz boldog-boldog talannak az Oberonból, egy tökéletes Warframe boss ölésére. Zero modokkal elmehetsz rá bosst ölni, mert az első képessége megöli neked azt a bizonyos bosst. Szóval, következő, mondhatnám, hogy Survivor karakter, hogy arra is felkészültek lejünk, az a Wukong lenne. A Wukong egy nagyon erős karakter, a kettes képessége egyszerűen életet tölt vissza, és megment a halálos lövésektől. Egy Survivor karakternek nulla formából, szinte semmi költséggel kiváló karaktert lehet belőle csinálni, azért, hogy endurensebb, első endurensebb küldetéseidre el tudj menni vele. Wukong tökéletes. Következő, amit tudok ajánlani, Trinity. Trinity egy olyan alapkarakter a Warframe-ben, amely minden csapatba befér, tök mindegy, hogy milyen csapatban. Ha van egy Trinity, senki nem fog rád nemet mondani. Konkrétan senki nem fog lehülyézni, mert hogy te egy Trinity-t hoztál nem tudom mi helyett. Szóval a Trinity az a healer a Warframe-ben, egy kötelező darabja, mert minden csapatnak tagja tudsz lenni. Következő, amit tudok ajánlani, Frost. Szintúgy egy olyan Warframe, ami védelmül tud szolgálni. Ő nem egy healer, de inkább egy védelem, bármiféle defense-szerű küldetésen. Olyan nincs, hogy az ember ne örüljön egy Frostnak, az ultiával crowd control képességeket is el tudsz látni, továbbá megfelelően erős is, hogy pusztítani is tudjál. A hármas képességben a gömb mindenki kellemesen fogadja, amikor nagy baj van.
Következő Warframe, amit tudok ajánlani, a Wukong amúgy a klánokban megtaláljátok. A következő, amit tudok ajánlani, a Volt szintúgy klánban kivehető, és azért ajánlom a Voltot, mert az első olyan karaktered lesz, amivel legkönnyebb szerep jut neked, ha Eidolon ölése kerül a sor. Meg fogjátok tudni, mi az az Eidolon. Nagyon fogtok örülni neki, hogy lesz ott egy Volt, és a Volt lesz talán a legegyszerűbb szerep, amit fel lehet venni egy Eidolon harckor. A következő és egy nagyon fontos karakter, szintúgy bármelyik csapatban, bármikor jó helye van, nagyon változatos tud lenni, és az a Necros. Kiváló farmoló karakter, endgame farmoló karakter, egy tank karakter, nagyon sok felei lehet modolni, ha megfelelően van formázva, de mindenképp a farmolási képessége az, aminek mindenki örül, ha ott van egy Necros mellette. Térjünk rá a damage frame-re, amit tudnék ajánlani, bár egy kicsit macera a farmolása, de ha megszerzed le a platot, akár meg is veheted, és az a Sarin lenne. A Sarin az egyik legjobb damage-es karakter jelenleg Warframe-ben. Mindenképp ajánlom, a képessége egyszerűen pusztítóak, bármikor jól jön, hogyha fókuszpontot kell farmolni, vagy gyorsan kell haladni egy defense küldetéssel, a Sarin képes megoldani. És legutolsó, de nem kevésbé fontos karakter, amit tudnék ajánlani, az a Nova lenne. A Nova egy kiváló CC karakter, lelassítja az enemiket, vagy épp felgyorsítja az enemiket, kinek mi hogy tetszik, de a lényeg az, hogy nagyon megkönnyíti a gameplayt, hogy endgame felé haladhassanak a játékosoknak, a társaidnak a játékát meg tud a Novával könnyíteni, és egy alap karakter alapvetően a Warframe világban. Srácok, ezek lettek volna a Warframe-ek, amiket kezdő szinten érdemes minél gyorsabban megszerezni, hogy meglegyenek, hogy ne az legyen, hogy bármi hátráltat abban, hogy ne legyen egy megfelelő karaktered a Warframe-ben. Innentől kezdve mindegyik másik karakter, ami benne van a Warframe-ben, egy aféle finom hangolás, precíziós fegyverek mondhatni, különböző játékmódokra is. Rajtatok fog állni a jövőben, hogy megszerzitek és hogyan használjátok ki ezeket. De ezek a karakterek, amiket itt felsoroltam, alapvetően körbefoglalják azt, ami a Warframe ellenségek leküzdéséhez kell, és minden csapatban helye lesz. A többi pedig egy aféle finom hangolás, de természetesen a ti játékotok lesz, úgy csináljátok, hogy nektek tetszik. Érdemes még egyszer mondom lecsekkolni a livestreameket, hogy megértsétek, hogy hogyan juthattok ezekhez a karakterekhez, főleg az első livestreamet, ugye onnan indulunk, az egészet el lesz magyarázva. El van magyarázva benne, és hát, ja, ennyi lett volna, srácok, remélem tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, Discord szerverünk, akinek segítségre van szüksége, vagy társakat keres, bárki számára elérhető lehet csatlakozni, link a videó leírásában, kérdéseket várom itt a videó alatt, vagy Necrocrim Facebookon, sziasztok!